Alice számára az utóbbi időben kizárólag a tehetségkutató műsorra történő felkészülés állt az első helyen, minden más háttérbe szorult. A Voice-ban második lett, ez óriási ismertséget hozott számára. Azonban régi barátait és zenésztársait sem hanyagolja el. Most, hogy lezajlott a verseny, újra összejöttek, hogy együtt zenéljenek. A Walking Mama próba mindig nagy örömmel kezdődik, igazából ez a mai próba is nagy boldogsággal tölt el, mert már nagyon rég nem láttam őket, és ezek a kis kedves, aranyos lelkek nekem készültek étellel, pezsgővel, mindennel, úgyhogy megünnepeljük az eddigi utamat, hogy mi történt így az elmúlt egy hónapban, és ez lesz ma. A zenekar tagjai nagyon büszkék a Liz most elért sikerére. A verseny előtt is tisztelték tehetségét fiatalkora ellenére. Hallgassuk meg ezt a kislányt, mert nagyon-nagyon jól énekel, és akkor én mondtam, hogy jó, biztos, hogy nagyon jól fog énekelni, tehát mégis ez egy blues-rock zenekar, ez egy ilyen férfiaknak való férfiak zene, de hallgassuk meg! Jó, hallgassuk meg. És akkor elhozta az Alice-t hozzánk a lakásunkra, és ott egy gitárral, meg egy basszusgitárral játszottunk, mert nem tudom, hogy mit játszottunk, de az Alice maga 14 évvel olyat énekelt, hogy csak pislogtam, és akkor Alice, gyere énekelni hozzánk. Alice és a zenekar az év végén több közös fellépéssel is készül. Ahol minket majd meg lehet hallgatni, az december 8-án lesz a Lovardába itt Tolnán, következőleg pedig 29-én Pakson, a Csengély Dénes Kulturális Központban, és ott fogunk egy jót zenélni újból. A felek közötti együttműködés már 6 éve tart. A közös munkát a jövőben is szeretnék fenntartani.